Egészen elképesztő, ami a keleti szomszédunkban zajlik, és most nem csak a sajnálatos háborúra gondolok, hanem arra is, hogy elfogadhatatlan, és én szerintem megengedhetetlen, hogy vezető ukrán tisztségviselők olyan hangnemben szólítsák meg bármelyik vezető magyar politikus, vagy hazánkat, vagy bármelyik honfitársunkat, mint amit megengednek maguknak, hiszen a háború kitörése óta csak, nem is jönnék nagyon előrébb, olyan megnyilvánulások születtek részükről, ami teljességgel elfogadhatatlan. Voltunk mi már apró korcsok, a miniszterelnök őket többször bírálták, és talán ide nem illő szavakkal illették, illetve hát nagyon emblematikus és példaértékű volt, amikor egy történelmi Magyarországot ábrázoló sál miatt próbálták az ukránok ugye gyakorlatilag lejáratni, és a nemzetközi sajtóban is mindenféle pejoratív jelzővel ellátni őt. Most pedig ugye, ami megint csak kiverhette a magyaroknál a biztosítékot, az az volt, miszerint Zelenszky egyik tanácsadója szerint az a sajnálatos eset, ami a napokban megtörtént, miszerint orosz katonák lefejeztek egy ukrán hadifoglyot, ez azért valósulhatott meg, mert az oroszok kezében lévő kést azt a magyarok fizették azáltal, hogy a két ország, mármint hogy Oroszország és Magyarország között továbbra is van gazdasági együttműködés, hiszen egész egyszerűen ez nem a mi háborunk és a gazdasági együttműködésünknek, nem gondolnám, hogy a rovására kéne, hogy menjen a sajnálatos konfliktus, ami az ukránok és az oroszok között fennáll. Ami sajnálatos még az az, hogy a magyar külügy nem elég határozottan és nem elég eréllyel próbálja meg ezeket a kijelentéseket és pejoratív jelzőket visszautasítani, és ez nem az anyaországi magyaroknak probléma elsősorban, hiszen minket annyira nagy veszély nem fenyeget, bár ugye már azt is megígérték ukrán katonai vezetők, hogy a Balatonra benyomulnak 2 óra alatt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan országban, ahol jelenleg is háború dúl, valós veszélynek és valós fenyegetésnek lehetne venni, de én sokkal jobban aggódok azokért a kárpátaljai magyarokért, akik még ott maradtak egyáltalán Kárpátalján, hiszen a Kárpátaljára beköltöző belső Ukrajnából érkező nacionalisták és soviniszták, ők sajnos többször megfenyegették már a kárpátaljai magyar kisebbséget, többször a KMKS székháza ellen támadást vezényeltek, felvonultak és ezzel is megfélemlítették a helyben lakó magyarokat, és ugye a jelszavuk az pedig az volt, hogy késre a magyarokkal. Én itt húznék egy párhuzamot, hiszen a jelenlegi késes kifejezésük az nem ránk magyarokra jellemző, hanem ők azok, akik folyamatosan fenyegetnek minket. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a mi hazánkhoz hasonlóan a magyar külügynek is abszolút el kéne határolódni, és felelősségre kéne vonni az ukránokat. Ha már máshogy nem is sikerül, akkor természetesen úgy, hogy bizonyos szankciókat vezetnek be ellenük, hiszen elképesztő, hogy még Magyarország minden humanitárius segítséget megadott az ukránoknak, most pedig Európa Uniós nyomásra pénzbeli segítségnyújtás is kilátásban van, addig az ukránok ezt semmibe véve bármit megengedhetnek maguknak. Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.